onnan közelítenék, hogy praktikusan néhány olyan dolgot vetnék fel, ami érdemes talán elgondolkodni, ami út iránt is ad nekünk arra vonatkozóan, hogy például az előttünk álló Európa Parlamenti választásokon, önkormányzati választásokon milyen olyan kézzelfogható témák tehetünk az asztalra, amelyek az embereket közvetlen formában érintik. Bérek tekintetében nyilván nem részlet, ezek csak felvetek néhány kérdést, elindulok a közfoglalkoztatott, a minimálbértől, az átlagbér, a mediánbér kérdéseit érintem, de legkívánképp arra fókuszálnék, hogy nem a bruttó, sőt még nem is a nettó, hanem sokkal inkább a vásárló előérték az, ami fontos a bérek tekintetében. Másik oldalról pedig az, hogy azon túl, hogy megnyomorítják a munkavállalókat, hogyan szorítják a falhoz a munkaadókat. Ezeket a kérdéseket talán érdemes egy picit látni. Nem tudok volna az irányító, igen, akkor indulhatunk is következő szlájddal. Gyakorlatilag a közfoglalkoztatotti bérek tekintetében azt mondhatjuk, hogy 2010-ben megegyezett a munka a minimálbérrel, a legkisebb munkabérrel a közfoglalkoztatotti bér, ez nettóban 60.236 forint volt. Nem a közfoglalkoztatotti bér volt a sok, hanem meggyőződésem szerint a minimálbér volt a kevés. Ez önkritika is a saját kormányzásuk időszakára vonatkoztatva, de hozzá kell tennem, hogy pozitív kritika a tekintetben, hogy a legkiszolgáltatottabbak is a megélhetés minimumához hozzátartozó bérrel azért rendelkeztek, ez a közfoglalkoztatotti bér. Az idő múlásával egy év telt el a kormányváltás után, mint látható is, a Fidesz meghozta azt a csodás intézkedését, amelyben a közfoglalkoztatotti bér nettó 47.000 forintot ért el. Nem vagyok túl büszke, Miskolci alpolgármester képviselőtársam Zsiga Marcell mondta azt, annak idején biztos emlékeznek rá, hogy meg lehet ebből a pénzből is élni. Aztán volt miniszter Pintér, aki hozzátett, hogy egy kis kecske kell hozzá, Parag, aki hozzátett, hogy gombászni kell menni, és akkor már meg is oldódnak ezek a kérdések. Na, szóval nem elviccelve a kérdésről, nyilván ebből a pénzből nem lehet megélni. Nyilván az idő előre haladtával látható, hogy milyen változások következtek be. Hát túl pozitívak nem, hiszen mostanra 2018-19-re ott tartunk, hogy nettó 54.000 forint az a közfoglalkoztatotti bér, ami gyakorlatilag 10%-a kevesebb nettóba, vásárlóerő értékben meg nagyjából az egyharmadával kevesebb, mint 2010-ben volt. Magyarra fordítva a szót, a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő dolgozó embereket nyúzta meg a leginkább gyakorlatilag az elmúlt 8 év időszakában a Fidesz. Minimálbér, a következő szállunk, a minimálbér tekintetében onnan indítunk. Számokat azért teszem fel, hogy látható legyen, viszonyítani lehessen. Onnan indítunk, hogy ugyanaz a nettó bérrel találkoztunk szemben, nyilván a minimálbér vonatkozásában, és egy hosszú táblával fel lehet sorakoztatni a legvényegesebb adatokat. Én ezeket nem mondom el, de látható, míg én beszélek valamiről, addig nézhető is, hogy milyen átszásokon mentünk keresztül. Gyakorlatilag az képezhető le, hogy a 8 év leforgása alatt a minimálbérnek a bruttója 88%-kal növekedett, míg a nettója csak 52%-kal, a vásárlóerőérték nagyjából egy 25%-kal, tehát látható módon a valós értéknövekedés az elég vissza volt és visszaszorított ahhoz képest, amilyen mértékű adó és járulékteher növekedések következtek be. Csak hogy tisztán és világosan lehessen, látteszem a következő oldalon található majd. Gyakorlatilag a járulék adóterhek vonatkozásában egy 122%-os növekedés következett be. Mondtam, a munkaadó falhoz szorítása, ez azt jelentette, hogy ők is 42%-kal többet fizetnek a minimálbér után, de és a munkavállaló az, aki 248%-kal többet fizet a minimálbér után adó és járulék tekintetében. Nyilván itt a 15%-os SZIA-ből ezek mértékadó szerepet játszanak ebben a kérdéskörben. Azt akarom ezzel megmutatni, hogy olyan helyzetet állított elő a Fidesz kormányzás, ami gyakorlatilag megint csak a legkisebb jövedelmi státuszban lévő embereket szorította leginkább a falhoz és nem borította meg őket. Az átlagkereset kérdéskörét feszegetjük. Itt már szó esett, talán Lajos is említette,
hogy hogyan és mi módon csapják be az embereket. Nem csak is az öt fő alatti foglalkoztatói helyeket nem számítják bele a kalkulációba. Az természetes, hogy a fekete foglalkoztatás nem számítják bele, mert nem tudják bele számítani, csak satszolni lehetne. De gyakorlatilag az alkalmi jellegű foglalkoztatást, vagyis a részmunkaidőtől foglalkoztatást sem. Sokkal precízebb, sokkal korrektebb és tisztább az a helyzet, amikor nem átlagokat kezdünk el nézegetni, ráadásul azért sem, mert, mint egy Ambrus is említette, mint egy 1 millió embernek a bérében számítják ebbe bele, hanem a mediánnal foglalkozunk, ami azzal a 320-330-al szemben 220-230-at mutat valójában. Tehát becsapottá válnak az emberek, hogyha a mai médiapolitikát, a kormánypolitikát figyelik és azt nézik. De ami ettől sokkal fontosabb talán, vagy legalább ilyen fontos, ha el akarjuk magunkat helyezni Európában, és meg akarjuk nézni azt, hogy mi a helyzet a minimálbér az átlagkereset viszonylatában, akkor azt látjuk, hogy 24-25. Helyen vagyunk, akár a minimálbér nettója, ami 18-ban 440 euró volt, akár az átlag nettó vonatkozásában. Ez a borzalmas. Az a borzalmas, hogy az a lehetőség, ami Európán keresztül Magyarország számára megadatik, az ilyen értelemben, főleg és legkiválóképp az alacsonyabb jövedelmi sávokban nem köszön vissza és nem mutatkozik meg az elmúlt 8 esztendő viszonylatában. És ami még ezen túl borzalmas, az az, hogy Magyarországon például a minimálbérnek a 66,5% az, ami kézbesül, ami a kezekbe jut, tehát a kétharmada sem, miközben a másik három országban a D4-ek tekintetében 80-90% között van az, ami a bruttó minimálbérek kapcsán a kezekbe kerül. Magyarul sokkal kisebb adójárulék elvonás történik. Egyébként a kormányzatnak ezen a szinten kellene beavatkozni a kérdések kezelésére. A megállapítások, hát olvasható, meg is értem a táblában, de az egyértelmű, amit mondtam, hogy a bruttó növekedés az egyéni, a vásárlóerő érték az éppen hogy csak, és a adó és járulói terepeik ugyan is így éppen köszöntek vissza. Ha most ami extrém a magyar viszonyok közepette, például az a 5 millió forintos havi bér a haveroknak. Csak a extremitás kapcsán mondom, hogy annak idején, aztán a Málot írtam fel itt a papírosra, annak idején még Mávot a pénzügyi szolgáltatói szektor vásárolták azért, hogy ne a 4 millió forintos havi, hanem az 5 millió forintos havi illetményt kaphassa meg a Máv vezérigazgató asszonya. Szóval ilyen ellentmondások sokasága mellett értik az elmúlt két ciklusunkat. Több mint nem ismétlen látható, olvasható a kérdés kapcsán. A munkakörülmények tekintetében egy kérdésre fókuszáltam, az maga a munkabalesetek számának az alakulása. Látható, hogy 2011-ben ugye az új munkatörvénykönyv elfogadását követően 2012-től ez törvényesül és mit hozott. Gyakorlatilag egy munkatörvénykönyvnek alapvetően két feltétele kellene megfelelni. Az egyik az, hogy kellő rugalmasságot adjon a munkaadók számára, és kellő biztonságot adjon a munkavállalók számára. A rugalmasságot megadta, a biztonságot azt elfelejtette. A kiszolgáltatottságot hozta magával, azt a intézményi rendszer szétzilálást, amiről itt szó volt, munkaügyi ellenőrzési rendszereknek a szétzilálását, és gyakorlatilag ezeken keresztül a robló munka körülmények életre jódását. Három idősávot jelentettem meg, és azért tartom fontosnak, hogy ezt is lássuk, mert ebből következtetéseket lehet levonni. 1998 és 2003 között tehát a ciklus plusz egy évvel áthúzó hatása nyilván van az előző időszak kormányzásának. Ez arról szólt, hogy nagyjából a stagnálás 4%-os munkabaleseti számcsökkenés volt. Utána egy hosszabb periódus, 2003 és 2011 közötti periódus vizsgálata azt mutatja, hogy 33%-kal csökkent a munkabaleseteknek a száma. Ez volt a mi kormányzásunk időszak, a baloldali kormányzás időszak. Nyilván egy másfajta munkatörvénykönyv keretei mellett
hívódott életre. És ezt követte a hátulőtt levő most már 8-9 esztendő, ahol pedig sajnálatos módon 37%-kal megnövekedett a munkabaleseteknek a száma. Nem részletezem, de mindenki érti és világosan látja, hogy milyen hatása van egy munkatörvénykönyvváltozásnak, egy rabszolgatörvény elfogadásának és sok minden egyéb másnak e tekintetben. És átérnék a harmadik kérdéskörre, a kivándorlás kérdéskörére, de azt megelőzően szeretnék a foglalkoztatás politika szempontjából egy aspektust elvenni. 2010 előtt ennek a kormánynak az volt az alapvető ígérvénye, ígérete, hogy 1 millió új munkahelyet fog teremteni a gazdaságban, adófizető munkahelyekről beszélünk. Ehelyett, mint itt is olvasható, látható, gyakorlatilag az átmeneti bajnai kormányzás törvényhozását követően 2010. decemberében bevégezték a 65 éves nyugdíjba vonási időpontot. Ez a lopakodó elv alapján ugye minden évben fél évvel növekszik a nyugdíjkorhatár, most 64-nél tartunk, és 2000 azt mondja, hogy 19-21 végére, tehát 22-ig alakul ki a 65 év. A dolog lényege, hogy ez nagyjából 200-220 ezer embert hoz, tart a munkaerőpiacon pluszban. Emellett a közfoglalkoztatásban volt olyan időszak a cikluson belül, hogy 170-180 ezerre több ember volt foglalkoztatva, mint a kormányváltás, 2010-es kormányváltás előtt, most is 100 ezernél több. Olyan családságot is elkerültek, hogy a korábbi diák foglalkoztatás, ami pulzán 150 és 250 ezer fő között adott esztendőben, ami régen nem volt a statisztika része, azt most a statisztika tárgyává tették. És a reálisan az egy évnél nem régebben külföldön foglalkoztatók, akik a magyar statisztikával jelennek meg, mint munkavállalók, na ők is ma jelen pillanatban 88-85 ezer fővel többen vannak, mint 2010-ben. Ez egy 540-550 ezer fős úgymond többlet, amiért igazából nem sok mindent kellett tenni a gazdasági élénkítése sok egyéb más tekintetében, és nagyjából egy 700 ezer fős többletfoglalkoztatásról beszélnek most a 2010-hez képest. Magyarul a kérdés rögtön fel lehet tenni, hogy mit is csináltak, hát valójában egy ilyen 150 ezer fős többletfoglalkoztatással lehet, valós többletfoglalkoztatással lehet szembenézni. A 2010-et megelőző gazdasági pénzügyi világválság elvesztett nagyjából 150-200 ezer munkahelyével szemben. Azaz null legyen értékű, mert azt viszont a gazdaság önmaga reprodukálja egy olyan időszakban, amikor van íve, van húzása a történetnek. Gyakorlatilag a legfontosabb kérdés talán az, hogy kik mennek el. Látható. Nyilván a fiatalok és a szakképzettek mennek el. Érthető az ő álláspontjuk, de tragikus azokra nézve, akik itthon maradnak, akik a későbben is itt élik az életüket. A legfájdalmasabb az az, hogy a 20-50 közötti korosztály az igazán aktív, ők veszik ki az elvándorlóknak, a kivándorlóknak a 90%-át. És hát a legfiatalabbak között is, 30 évesek között is magas az arány, és a felsőfokú végzettségű bírók aránya is lényeges 30% körüli értéket mutat. Egyen, ha lapozunk, akkor látjuk a folytatást, ami arról szól, hogy a fő okok, nem mondok, én csak 2-3-at említek ezek közül, nyilván az, hogy egyrészt milyenek a munkakörülmények, sokat számít, sokkal többet, mint amennyire gondolnánk, vagy mint amennyit gondolnánk ebből fakad. A másrészt nyilván az anyagi helyzet, a bérállapot a Magyarországnak, ezért mondjuk ma is, hogy a fizetés emelések kérdéskör az elengedhetetlen, főleg azokban a sávokban, decilisebben, ahol az átlag alatti bérekkel kell szembenézni az embereknek. És hát persze nyilván minden más, a korrupció, a megélhetetlen helyzetek, sok mindegyből más is kihatással van erre a történetre. A következő lapon, igen, a kivándorlás következményei. Nyilván az, hogy a lakosság fogy, ez önmagában tragikus. Az, hogy a szakképzettek, a tudással bírók mennek el, ez félelmetesen fájdalmas. A legfájdalmasabb persze mindaz,
hogy egyre többen mondják közülük az elvándorlók és az elvándorló szándékkal bírók közül, hogy végleges szándékkal bírnak. A utolsó kutatások eredményeit olvasva, látva azt kell mondani, hogy nagyjából ma már az emberek egyharmada, aki ezen a kérdésen gondolkodik, az arra az álláspontra helyezkedik, hogy véglegesnek tekinti. Persze, hogy a élet mit hoz, az egy másik dolog, de véglegesnek tekinti a történet alakulását, mint ahogy itt is írjuk. A megoldások tekintetében én ebből a négyből is egyre fókuszálnék igazából a harmadikra. Fontos a munkakörülmények javítása, fontos az, hogy az első 7 decilisben, 7. decilisben érjük el az átlagkeresetet egyébként Magyarországon. Szóval akkor, amikor olyan torzók vannak, hogy Magyarországon a legmagasabb jövedelmi sávban lévő 5%-nyi ember elviszi azt a pénzt, amit a legalacsonyabb jövedelmi sávban lévő 40% viszi el, akkor borzalmas a torzó. Az orró így nyílik. Ahogyan más példával azt mondták a kollégák az előtt, hogy a 10% legtöbbet kereső viszi el a 2/3-ot. Igen, ezek az arányszámok sajnos igazak, de nem csak az a baj, hogy a jövedelmek tekintetében áll fenn az a helyzet, hanem a vagyon, a megszerzett vagyon vonatkozásában is. Tehát ennek a folyamatnak nyilván az újragombolását félelmetesen nehéz megtenni, de gátakat, korlátokat lehet szabni, és szerintem kell is, mert egyébként ezeket a folyamatokat, amelyekről itt beszélünk, ezeket nem lehet megállítani. És ebben a legfontosabb a kormányzat azon típusú szerepvállalása, amit nem fog megtenni meggyőződésem szerint, az elkövetkezendő időszakban sem, hogyha még bódja is lenne rá, az pedig az, hogy azokból a járulék adó többlet kivetett terhekből vonuljon vissza, amelyek a munkaadónak lélegzetvételi lehetőséget adna, és ezen keresztül a munkavállaló felé. Herzog Laci által említett azon nem egyenszilárdságú viszonyrendszerben, ahol a munkaadó a munkavállalóval nem egyenlő képességekkel bír, megadná a munkaadónak azt a lehetőséget, hogy részlegesen legalább, de osztozzon megszerzett javakból. Nyilván a tőke az nem szociális érzékenységgel bír, ezt mindnyájan tudjuk, profitot akar termelni. De és hogyha a profit többletre tudsz eltenni, akkor könnyebben hajlandó arra, hogy a jogos, úgymond jogosnak mondható fizetések élete hívása könnyebben megtörténhessen. Ebben viszont az államnak, a kormánynak, az aktuális hatalomnak mindig van szerepe. Ez a hatalom az elmúlt 8 esztendőben nem ezt az utat járta, sokkal inkább azt, ami arról szólt, hogy hogyan nehezíti el, vagy nehezítheti el a munkavállalókat. Nem céltalanul, és nem véletlenszerűen, meggyőződésem szerint az emberek sokaságának a fejét egyfajta igába akarta helyezni, meg akarta törni, gyakorlatilag arra a munkaalapú társadalom által hirdetett munkaalapú társadalom irányába akarta bevinni az embereket, nagyon-nagyon sokakat be is vitt, ami arról szól, hogy te azt teszed, amit én mondok, vagy amilyen törvényi kereteket rajzolok köré. No, szerintem ebből a kötelékből kell kiszabadulni, és ezért van értelme és szükségszerűsége is annak, hogy példaként egy európai parlamenti választáson egy olyan közösséghez való tartozásunkat erősítsük meg, ami kibontakozási és kitörési lehetőséget ad a magyar munkavállalók sokaságának az elkövetkezendő időszakban. Körülbelül ennyit szerettem volna elmondani, nagyon sok mindent lehetne még, de az időben nem szeretnék úgy bánni, hogy az másoknak ne tetszen. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.